A nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. A vonalban pedig Barát Tibor, az ESZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szervusz. Na kezdjük akkor a Boeing-gel. Mi a helyzet vele? Így van, így van. Tehát az American Airlines rendelt tőle 47 darab 747-es Dreamliner típust, ami átszámítva körülbelül 9,5 milliárd euró. Ugyanakkor ennek keretében törölt egy korábbi megrendelését, ami 22 darab A350-es repülőgép lett volna az Airbus-tól. Hát majd itt, ugye itt a kereskedelmi háború kapcsán, amire majd úgyis egy rögtön kitérek, a kínai, illetőleg az USA között, hát a Boeing amúgy is érintve lett volna negatív értékben, hát itt most ez ugye számára egy pozitív hír, hogy viszont más vonalon, legalább ugye a hazai légitársaság részéről viszont ugye akkor kapott egy nagyobb rendelést, nyilván az Airbus számára ugye pedig egy pozitív, negatív, illetve hát ugye ami érdekes, hogy ugye milyen vonulatai vannak ugye akár az európai cégeknek, mint ebben az esetben láttuk ugye egy légitársaság. Az autóiparban pedig ugye egy iparági szakértő, Arndt Ellinghorst adott ki egy kis tanulmányt, hogy hogyan hathat ez mondjuk a német autógyártókra, ez az USA-kínai kereskedelmi csörte. Azt mondja, könnyen ugye ez a két vállalat, például a BMW és a Daimler ihatja meg a nagyobb levét az autógyártók közül ennek az összecsapásnak. Ugye azt mutatta be, hogy az USA-ból 270 ezer jármű megy évente Kínába, ami körülbelül 11 milliárd dollár értékbe. Ebből 7 milliárd az, amit a német autógyártók, ez a két német autógyártó állít elő az USA-ban, és onnan viszi ugye a kínai népi köztársaságban. És azáltal, hogy Kína belengedte azt, hogy akár megduplázza a vámokat ezekre a termékekre, és ugye 50%-ra felemelné, ezzel gyakorlatilag, hogy ez a szakértő fogalmazott, ez nem az USA-ra, hanem egy Dél-Németországra, ugye a Müncheni és a Stuttgarti céghelyű cégekre egy adó. És ugye még iparágilag a kínai vámok azáltal, hogy ugye a szójababra, marhahúsra, stb. Ugye kivetettek vámot, ez elsősorban az autóértékesítőket, a mezőgazdasági termelőket, az USA-ban levő vegyipari cégeket, illetőleg a Boeing-et érinti. Ugyanakkor tehát például itt az autógyártóknál ugye a másik irányba, tehát Kínából az USA-ba sokkal kevesebb hasonló jármű érkezik, és hát ki számolt az iparági szakértő, hogy ez abszolút értékben mit jelenthet. Hát szerint a Daimler esetében egy 765 millió dolláros, míg a BMW esetében 965 millió dolláros bevétel kiesést jelenthet. Egyébként még ugye csak úgy megjegyzésként, ugye az amerikai autógyártók közül elsősorban a Ford, illetőleg a Tesla lenne még érintve, akiknek ugye jelentős kínai értékesítése van, ugyanakkor például a General Motorsnál meg ugye pont fordítva, ők pedig a Kínában állítanak elő autókat, amiket az amerikai piacra hoznak vissza, tehát ők ebből a szempontból mondjuk ettől a vámtételektől nem lennének érintve, tehát érdekes, hogy ezáltal gyakorlatilag eljutott ez a vámcsört Európában is, illetve hát Németországban is. Stimmel. Na mi a következő? No hát, és akkor ugye a kötelező hír, bár ugye itt most komoly nagy fejlemények voltak ugye a Deutsche Bank kapcsán. Ilyen Deutsche Bank, hát a kötelező, így van. Itt a hét végén, illetve egész pontosan ugye tegnapi nap során, ahol a felügyelő bizottság döntött, és hát a korábbi pletykák igaznak bizonyultak, mégpedig az, hogy John Cryan-nek mennie kell, azonnali hatállyal. Magát a céget egyébként április végétől fogja elhagyni, valamint vele együtt távozik a
befektetési banki vezér is, Markus Schenk, akinek a május 24-i közgyűlésig van a cégnél, és helyette, bocsánat, a felügyelőbizottsági vezér Paul Achleitner ugye vasárnapra hívta össze a felügyelőbizottságot, és azt mondta, egy átfogó elemzés után jutottak erre a következtetésre, hogy a banknak egy új átütő erőre van szüksége, és hát ebben a Christian Sewingot látják a megfelelő szereplőnek, aki a cégnél már 25 éven keresztül bizonyítja, hogy neki megvan a vezetői képessége, és ez az átütő erő, ami szükséges ahhoz, hogy sikeressé tegye a céget. A felügyelőbizottság megvan róla győződve, hogy ez az úriember, tehát Sewing, és az ő csapata képes arra, hogy visszaállítsa a sikeres útra a Deutsche Bankot. Ugye érdekes egyébként, hogy ez a fiatalember, ő a második a Deutsche Bank történetében, aki a kezdetétől ott dolgozik, tehát onnan indult, hogy egy acubi volt, ugye ez az Auszubildende, mint Bankkaufmann kezdett el dolgozni a cégnél, aztán később onnan végezte el az egyetemi tanulmányait a Bielefeldi, illetve a Hamburgi Bankakadémián, és hát innen jutott el a legfőső emeletére, hogy fogalmaznak ugye a vezetői szintnek. Egy 2 éves kis intermezzót leszámítva, amikor a Deutsche Hypotheken Banknál dolgozott, végig csak a Deutsche Bank szolgálatában volt. Külföldi tapasztalatait egyébként Szingapurban, Torontóban, Tókióban és Londonban szerezte. Korábban a Risigo Managementen dolgozott, tehát ilyen értem, hogy a problémásabb részeket itt a menedzsment szerint ugye jól ismeri, és hát ugye rögtön az első nap a dolgozóknak is küldött egy levelet, amelyben ugye azt fogalmazta meg, hogy hát hamarosan kemény vagy komoly döntéseket kell meghozni, és ezt végre is kell hajtani. Nem fordulhat az elő, ami a múltban, hogy a költségek és a bevételi célokat elhibázzák. Ez nem megengedhető, például ami 2017-ben is történt, hogy a negyedik negyedévben ezt ugye a költségeket ugye túllépték. Vissza kell térni a Deutsche Banknak az úgynevezett vadász mentalitáshoz, és a lécet magasabbra kell helyezni, mint az eddigi szintek voltak. Hát minden esetre a piac erre már pozitívan reagált, tehát önmagában a tényre, hogy ugye valami történt, amire hát a piac ugye régebb óta pletykák voltak, de hát eddig ugye száfolták. Minden esetre itt a nap elején egy 4,5%-os nyitással kezdett is a Deutsche Bank. Na tessék, végre jó hír a Deutsche Banknál. Oké, Tibor, nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát, szép napot! Én köszönöm szépen, sziasztok! Szervusz! Barát Tiborral beszélgettünk, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.